A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta. Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a mai bűn és baleset megelőzési magazin műsorunk alkalmával. Aki figyelemmel kíséri a napi sajtót, nézi a televíziót, azért lehet látni, hogy a büntetés végrehajtási intézetnek a munkatársai, országos parancsnokságnak a munkatársai néha-néha megnyilatkoznak a magyarországi börtönhelyzetekről. Úgy gondoltam, hogy a bűn és baleset megelőzési műsorunkban is helyt kell adni annak a problémának, ami a BV országos parancsnokságát nyomja, tehát a túlzsúfoltság. Tisztelettel köszöntelek, mai vendégem Balogh Zsolt, BV főhadnagyúr, főosztályvezető helyettes, megbízott főosztályvezető. Tisztelettel köszöntelek még egyszer. Az indító kérdés megvolt. Ez igen. A börtönnöknek a túlzsúfoltsága, ezt lehet a napi sajtóban, a tévékben hallani, olvasni róla. Mennyivel vagyunk rosszabb helyzetben, mint más országok? A büntetési végrehajtási intézetek túlzsúfoltsága nem mai keletű probléma. Több évtizedes problémával küzdünk. Jelenleg 137%-on állnak a büntetési végrehajtási intézetek, ami nem rosszabb az európai átlagnál, de mindenféleképpen túlzsúfoltságot jelent. Az ideális állapot az egy 100%-os, egy legalább 100%-os telítettség elérése lenne, ami nem jelent mást, mint férőhely bővítést a büntetés végrehajtás szempontjából. 2010-ben felismerte a kormány, hogy a férőhelyek bővítésével foglalkozni kell, és elindított egy úgynevezett férőhely bővítési programot. Ez azt jelenti, hogy mára mintegy 1600-zal nőtt a elhelyezhető létszám, de még mindig távol vagyunk a teljes megoldástól. A napokban adjuk át a Szombathelyi Büntetés Végrehajtási Intézet egyik eddig nem használt körletrészét, ez egy újonnan kialakított épület lesz. Itt mintegy 600 férőhelyen nő majd az elhelyezhető létszám, valamint, mint említettem, 2010 óta folyamatos a férőhelybővítés, főként barnamezős beruházásokba gondolkoztunk eddig. Az mit jelent barnamezős beruházás? Voltak olyan börtönök, vannak olyan börtönök, ahol nem használt körletrészek vannak, vagy korábban bezárták, vagy használaton kívüli épületek használatba vételével alakítunk ki új fogvatartotti férőhelyeket. Ilyen volt például a fővárosi BV intézet Gyorskocsi utcai objektuma. Itt mintegy 400 embert sikerült elhelyeznünk a körletrész felújításával, de Solton is így alakítottunk ki, például így alakítunk ki a napjainkban, ez is folyik ez a beruházás, egy új körletrészt. Szó volt arról, hogy ezek a börtönöknek a túlzsúfoltsága abból adódott, hogy ez a három csapás törvénybe lépett. Igaz ez? Ezt cáfolnom kell. Mi is számítottunk arra, hogy a három csapás bevezetése, a szabásértési elzárás jogintézményének életbe lépése megjelenik majd a zsúfoltság emelkedésében, de ez nem így történt. Az a idézőjelbe tett várakozás hiába való volt, hogy ez majd egy hatalmas ugrást fog okozni. Nem így történt. Azt viszont, hogy a bíróságok hatékonyabban dolgoznak, gyorsabb az ügyintézési idejük, javulnak a rendőrség felderítési mutatói, ez természetesen nálunk is jelentkezik, folyamatosan nő a fogvatartottak száma. El kell mondani azonban azt is, hogy a fogvatartottak száma ugyan folyamatosan emelkedik, de a férőhelyek számának emelkedésével sikerült megfordítanunk úgy a tendenciát, hogy a tavalyi év vége volt az első olyan év, hogy az átlag telítettségünk csökkent. Tehát gyorsabban emelkedett a férőhelyek száma, mint a fogvatartotti létszám. Hát öröm hallani az ilyesmit, már amennyire öröm beszélünk. Korábban szó volt arról, és épültek is magánkezdeményezésre börtönök. Szándékoztok ebbe valami újat lépni, hogy ismét tovább épüljenek magánkezdeményezésbe börtönök?
A magánkezdeményezést nem szívesen használjuk. Van az úgynevezett PPP konstrukció, amire ön gondol, de ezek a magántőke bevonását jelentik. A maga az építés és az üzemeltetés ugyan magán kézből zajlik, de maga a büntetés végrehajtási feladat ugyanúgy az állam kezében marad. Tehát ezek nem nevezhetők magánbörtönnek, persze a beruházás. Most én a beruházásra gondoltam, hogy magán beruházásban történik a börtönépítése. Természetes az ottani szolgálatot nem a magánszemélyek fogják ellátni, hanem maga a börtön, akkor rosszul fejeztem ki magamat, hogy magánbörtön, nem magánbörtön, magán kezdeményezési építkezésekre gondoltam. Azt hiszem, így tökéletesebb. A mai szemlélet szerint nincsenek ilyen kezdeményezések, magán tőke bevonásával nem fog börtön épülni, viszont 2010 óta egy olyan változás következett be, hogy a kormány elköteleződött amellett, hogy börtönöket épít, férőhelyeket létesít, és ehhez 2010 óta mindig mögé teszi a megfelelő anyagi vonzatot is. Ezek a helybővítések mennyire terhelik meg az államkasszát? Nagyjából tisztában vagytok vele? Most nem az, hogy közgazdaságilag kérdezzelek. Ezért gondolkoztunk első körben barnamezős beruházásokban. Igen. Volt olyan intézet, ahol eddig nem használt irodákat alakítottak át, például fogvatartotti férőhelyé. Újra gondolták az intézmény struktúráját, az irodák, zárkák elhelyezését újra gondolták, nem használt szinteket vettek át, Gyorskocsi utcai rendőrségi fogdáról például két szintet csatoltak hozzá a Gyorskocsi utcai börtönhöz, így létesítettünk új férőhelyeket. Ezek voltak a legköltséghatékonyabb megoldások. A következő lépés a szombathelyi úgynevezett A2-es körlet átadása. Ez is megvolt, ez az épület, csak használaton kívül ott állt, nem volt felújítva, gyakorlatilag szerkezet kész volt, hosszú évek óta ott állt. Ezt is újra gondoltuk, befektettünk, és így alakult ki az igen, új mert rész. Azt hiszem, EU részéről is történik egy kis szorítás, hogy jobb körülményeket biztosítanak a börtönökbe. De hogyha megnézzük, mi újság Dél-Amerikában, itt kaszinoznak a fogvatartottak, nem? Dél-Amerika egy más kultúra, nem lehet összehasonlítani a mi büntetés végrehajtási vonatkozásainkat az ő problémáikkal, de van ennek egy magyar vonatkozása is. A mai magyar börtönállapotokat az 1800-as évek végén alakították ki. Akkor volt egy hatalmas börtönépítési program, nem csak a börtön, a városban rengeteg minden épült a 18. század végén, 19. század elején. Ugyanekkor épültek a börtönök is, és ezzel az intézményi struktúrával, ezekkel a börtönépületekkel kell a mai napig dolgozni. Most látunk egy olyan szándékot, hogy ezzel javítunk, és 2019-ig egy olyan férőhely bővítési programot dolgoztunk ki szakmai szempontok alapján, amivel elérhető az ideális 100%-os telítettségi szín. Ez komoly. Komoly ígéret, komoly lehetőség. 100%-ra lehozni egy 137, ugye 137-et mondtál, 137%-os telítettséget, ez komoly anyagiakkal jár, véleményem szerint. Kiírtunk egy pályázatot például, minden lehetőséget megragadunk. Kiírtunk egy olyan pályázatot az önkormányzatok részére, hogy felajánlhatnak telkeket, aki esetleg szívesen látná a börtönt. Mert a börtön ugye nem csak börtön, munkahelyet is jelent egyben. 8-500 fős intézményt tervezünk kialakítani, illetve 1000 fős börtönt. És ha ezt összeadjuk, akkor bizony az elérhető lesz 2019-re a 100%-os telítettség. Ahogy olvasom a napi sajtót, néha azt lehet látni, hogy a lakosság visszautasítja. Miért? Nem értem. Hát nem kell nekik félni. Ezek őrzött helységek. Hát onnan nem szédelegnek ki. Legfeljebb egy-kettő. nincsen jelenleg szökésben lévő elítéltünk, úgyhogy a közbiztonságra veszélyt nem jelent a büntetés végrehajtási intézet. Véleményem szerint sem. Sőt, ha épül egy börtön egy adott városban, ott megjelennek a kollégáink, hiszen sokan egyenruhában járnak dolgozni. Több. Nekik is nagyobb biztonságot jelent. Természetesen. Én azt hiszem, hogy inkább ez egy preventív tényező, vagy egy nagyobb biztonságérzetet mindenképpen jelenthet. Szóval nem értettem azokat a
a helyiségnek a lakosait, akik visszautasították. Épp valamelyik nap olvastam a napi sajtóba, hogy X város visszautasította a börtönépítés van. A Tolnai Lajos utcában is van fogd, az marad rendőrségi, vagy abba is beszállt? A rendőrséghez tartozik, egyelőre ilyen információ nincs. Nincs olyan, hogy esetleg a BV is beszáll. Nincsen. Hallottam valami reintegrációs őrizet. Igen, őrizet. Ez mit akar, Zsolt? Segítsi már ebben nekem. A fogvatartottak számának csökkentését, a férőhely bővítést, a telítettség csökkentését, kiegyenlítését nem csak börtönépítéssel tudjuk elérni, hanem azzal is, ha csökkentjük a fogvatartottak létszámát. Ez természetesen nem amnestiát jelent, hanem keresünk olyan alternatív büntetési nemeket, olyan végrehajtási módokat, amikkel a fogvatartottak száma csökkenthető. Ilyen intézmény a reintegrációs őrizet is, ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy aki 5 évnél rövidebb ítéleti idővel rendelkezik, fogház vagy börtön fokozatban tölti a büntetését, ami ugye az enyhébb kategória. Fegyházval kilőve, sőt, aki erőszakos bűncselekmény, személy elleni erőszakos bűncselekményt követett el, szintén kiesik az esetleges körből. Tehát itt meg van határozva az a kör, hogy melyik büntetési fajták közül lehet ezt a reinkarnációt. Első bűntényesnek kell lennie. Tehát olyan emberekről beszélünk, akik kevésbé veszélyesek a társadalomra. Balesetet okoztak, ugye? Például, illetve azt még tudni kell, hogy a büntetési idő lejárta előtt maximum 6 hónappal jöhet ez a jogintézmény, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem éri meg eltávoznia a reintegrációs őrizetből, valószínűleg együttműködő lesz, és be fogja tartani a reintegrációs őrizet szabályait. Tehát akkor az időpont is korlátozva, hogy mikor lehet ebbe áttenni az illetőt. Nem évekkel előtte, mondjuk kap 5 évet, és 2 év van hátra, akkor a 2 évet otthon csücsülje le. Természetesen. De nekünk már az is ugye a férőhelybővítés, illetve bocsánat, a telítettség csökkentése szempontjából az is nagy segítség, ha valakit egy fél évvel korábban ki tudunk engedni, de természetesen megnézzük előtt, hogy ki az, akit visszaengedünk a társadalomba, együttműködő lesz-e velünk, illetve ha nagyon egyszerűen fogalmaznék, azt mondom, hogy megérdemli-e, hogy ezt az esélyt megkapja. És mi a véleményed? Egyre több ilyen fogvatartott van, aki ezt a lehetőséget megkaphatja? Kiérdemli? Vannak kérelmek. 200 fölött van a mai napon azoknak a kérelmeknek a száma, akik ezt a reintegrációs őrizeti intézményt igénybe vennék. Hogy hányan kapják meg, ezt majd a büntetés végrehajtási bíró fogja eldönteni az intézet, a pártfogó felügyelő, illetve a nevelő véleménye alapján. Tehát kérelmek vannak, de megnézzük, hogy kit engedünk ki. A mai napon például 15-en töltik így a büntetésüket. És mennyire van lehetőség? Ez korlátlan véleményem szerint, nem? A lehetőség... Vagy pedig lent törvény is szabályozza ezt, hogy hányan vehetnek részt ebbe a lehetőségbe? Maximálva természetesen nincs a száma, hiszen akinél a jogszabályi feltételek fennállnak és kiengedhető, azt mi kiengednénk. Az előzetes becslések alapján olyan 300-ig fog emelkedni azoknak a szám, akikre integrációs őrizetben lehetnek. Április 1-je óta működik ez a jogintézmény, 8-án ment ki az első ember, azóta eltelt ugye 2 hónap, 15 a száma, de folyamatosan szabadulnak is reintegrációs őrizetből. Tehát már jóval többen voltak, de volt, akinek letelt a büntetése. Gondolom pozitív visszhangot váltott ki a fogvatartottak között ez a lehetőség, és sokan kapálnak arra, hogy kiérdemeljék ezt a lehetőséget. Gondolom én. Természetesen, hiszen az egyik célunk a reintegráció. És reintegrálódni, visszailleszkedni sokkal könnyebb, ha az ember azt a kinti világban megkezdheti. Ezzel a reintegrációs őrizettel munkát kereshet például. Kapcsolatot tarthat a családjával. Eljárhat bevásárolni, újra szocializálódhat egy picit. Az a lényeg ennek az intézménynek, hogy van egy elektronikus nyomkövető a fogvatartottunk lábán, kezén, és egy meghatározott helyre, amit a BV bíró kijelöl, gyakorlatilag hazaengedjük. Így a legegyszerűbb. Hát azt hiszem, akkor a család egysége is biztosítva van, az egyénnek a visszaépülése a társadalomba. Rengeteg pozitív dolgot látok ebbe, és hogyha már pedig lemény lenne
megfelelő felfogó képességük a fogvatartottaknak, akkor igencsak dolgoznak azért, hogy ezt megkaphassák. Muszáj. Természetesen megéri együttműködni a börtönőrökkel, megéri betartani a BV intézet szabályait, hiszen aki vét például bent a börtönben a szabályok ellen, az elesik ettől a kedvezménytől is. Tehát ha egyszer is fenyítést kap, nevezzük nevén a gyereket, akkor elesik ettől végleg. Attól függ, hogy miért kapta a fenyítést, milyen fenyítést kapott, természetesen van mérlegelésük, de egy tudatosan szembeszegülő fogvatartottat nem fogunk reintegrációs őrizetre javasolni. Hát ez egy erőszakos ember, az annak semmi helye kint, akkor kint folytatná tovább. Nemrég ünnepelte a csillag, mármint a szegedi börtön, Fegyház is egybe, vagy csak így börtön? Fegyház és börtön. Fegyház börtön a 130. évfordulóját, születésnapját. Ha erről mesélni egy keveset. Igen, az elmúlt napokban volt 130 éves a szegedi Fegyház és börtön, a büntetés végrehajtás egyik zászlós hajója, és egy olyan szakmai munka áll az intézet mögött az elmúlt 130 évben, amire méltán lehetünk büszkék. 28 BV intézet van ma Magyarországon, és van néhány olyan, ahol azt hiszem kijelentettem, hogy a szakmai munka legjobbja, a szakma legjobbjai dolgoznak, ilyen például a szegedi Fegyház és börtön is, és ahogy már említettem az előbb is, ez is a 18. század végén épült egy jelezzászlós hajónk. Hát korábban elég sokat jártam, én is a csillagban már nem elítéltként forgattunk filmeket ott, és hát érdekes. Érdekes és komoly szakmai munka folytott. Már akkor is, 20 évvel ezelőtt. Itt alakultattuk ki az első HSR körletet például. Nagyítéletes fogvatartottak töltik itt a büntetésüket, úgyhogy egy előzetes ház is tartozik hozzá a Dorozsmai úton. Ott van például harmadik objektumként a Nagy Fai Intézet, ahol a krónikus utógondozó van elhelyezve. Szabadon dolgozhatnak. Szabadon dolgozhatnak. A Nagy Fa Alföld Kft. Is ott helyezkedik el, ugye, mint munkaterület a fogvatartottak számára. Azt hiszem, ami a szegedi fegyház és börtönben nincs, az a büntetés végrehajtásnál nem létezik. Öröm hallani ezt, és az, hogy igyekeztek azon ügyködni, dolgozni, hogy minél elfogadhatóbb körülmények legyenek a börtönökben az elítéltekkel, mert azért akárhogy nézzük, bármit elkövettek, csak emberekről van szó. Természetesen nagyon fontos a visszailleszkedés, a visszaillesztés, hiszen ezek az emberek egyszer újra köztünk fognak járni. Nem lehet öncélú a fogvatartás, dolgoznunk kell a reintegráción. Ennek nagyon fontos és egyik legfontosabb dolgunk a munkáltatás, a fogvatartottak munkáltatása, hiszen sokan nálunk találkoznak először a munkavilágával. Fölnőtt úgy két generáció lassan, hogy nem látta már a szüleit sem munkába indulni. Az elítélteknek ma már kötelező munkát végezniük. Ez azt jelenti, hogy a büntetés végrehajtás gazdasági társaságainál, illetve az intézet fenntartásában dolgozniuk kell. Ez nem valami kényszer munka, hiszen munkadíjat kapnak érte, de mindenképpen arra jó, hogy megmutassák, milyen reggel 6 órakor munkába állni, előtte megborotválkozni, megreggelizni, harcra készen lépni a munka frontjára, illetve a feszültségek oldására is kiváló, hiszen aki ledolgozik azért napi 8 órát, mondjuk egy faüzembe, egy asztalos üzembe, vagy az intézet karbantartásában, az azért gyorsan nyugovóra hajtja a fejét az árkában. Örömmel hallom, hogy ismételten a munka játszik főszerepet a fogvatartottaknál, mert volt időszak, amikor nem csináltak semmit, és ez nagy gondot, problémát okozott. Most van asztalos üzem, bútorgyártás, cipőgyártás, gondolom. Tisza cipőgyár létezik még? Az Ipoly cipőgyár működik nálunk, ahol a bakancsokat, tényleg magas minőségű termékeket gyártanak, sőt, minden fogvatartotti ruhát, illetve a fegyőrök ruháját is a fogvatartottak készítik. Ez a ruha, amit most rajtam látnak a kedves nézők, ez is fogvatartotti munkával készül. Szuper. A vállapomat Vácon varták, a karjelzésemet kalocsán készítették, csak úgy, mint a nadrágomat, a cipőm az Ipoly cipőgyárban készült. Úgyhogy komplett. Komplett.
Hát Zsolt, én azt kívánom neked, nektek, kollégáknak, hogy minél kevesebb problémátok legyen, oldjátok meg azt a súlyos feladat, ami rátok árul, és akkor gondolom mindenki megtalálja maga nyugalmát és békéjét. Dolgozni fogunk rajta. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad. Kedves nézőim, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és az itt elhangzottakból érdemes egy kicsikét tanulságot levonni mindenkinek. Viszontlátásra! A műsort az Országos Rendőrfőkapitányság támogatta.